kezdeni mindig azzal szoktam, hogy ugye a taps, amivel fogadnak, az egy öröm dolog. A színházban is mindenhol. És amikor egyedül megy be az ember a színpadra, akkor meg különösen, mert akkor az azt jelenti, na jó, most én vagyok egyedül, persze. De most az előadásról beszélek, amikor megtisztelik az embert azzal, hogy tapssal fogadják, az különösen, mert akkor ugye az csak nekem szól. Na most a Madács Színházban játszottuk a Forgószínpad című darabot, ezt szoktam elmesélni, Psota Irén, az imádott színésznő, aki egy csoda volt, és hát ugye imádta a közönség, minden alkalommal hatalmas tapssal fogadták, hát kivéve, mikor nem. Na most ezt megmagyarázni nem lehetett, hogy a nagy, hatalmas Madách Színházban, nem tudom, 800 ember vagy 900 ember, egyetlen tenyér nem verődik össze. Megmagyarázhatatlan, de előfordult. És én már bennálltam a színpadon, az Irén ott hátul jött be, és ha néma csönd volt, akkor már lehajtottam a fejem, mert tudtam, hogy jön a szöveg. Oda óckodott hozzám, és mielőtt a szerepét mondta volna, oda szólt nekem, hogy kik ezek? Honnan jöttek? Máté Erzsi, akit imádtam, a folyosón összetalálkoztunk, és hát akkor még ugye másodéves koromban, amikor oda kerültem, és mondtam, álltam előtte, zavart voltam, és mondtam, se, csó, csó, se, gyen, csú. És akkor ő jó rám ordított azon a hangján, ami volt. Tegeztek is a marha! És akkor elszálltam megint, mert hát a Máté Erzsi nekem egy csoda volt.